kiállítás megnyitó egy ünnep a Túri György Múzeum számára, és az ünnepek közül is kiemelkednek azok, melyek egy közösség kezdeményezésére az ő segítségükkel valósulhattak meg. A piarista nevelés nagykanizsai működésének 250. évfordulóján tisztelettel adózom és adózik a múzeum a rend és az iskola ma is meghatározó szerepet betöltő közössége előtt. Így magunkba. Tekintsünk így magunk köré, itt a múzeumban emlékeztet arra, azokra a kicsiny dolgokra, amelyek nagyon is hozzátartoznak élet 360 éves piarista történelem Magyarországon, közte benne a 250 éves. Fölkelek, Szent Misére megyek, órák következnek, dolgozatjavítás, készülök másnapra, ima, vacsora, aztán lefekvés. Közösségi élet, iskola. De érzésem nem elkedvetlenít, hanem bátorít. Mert tudom, hogy elődök nyomán járok, és tudom, hogy az eljövendő kor nevelői is megöröklik tőlem ezt az életet, amit én is örökségbe kaptam. A kicsik között való hűséget, a hétköznapokban való helytállást, annak az áldását, hogy valami nagyszerűben és nagyszabásúban vehetek részt. A kiváló eredményeiről és nevelő munkájáról messze földön híres intézmény hagyományában a hit és a tudományok szavak jelentik az irányadó mércét. E fogalmak határozták meg mindig is a gondolkodását, a diákok nevelésének kereteit, és ez a tartalom jelenik meg az iskola jelenlegi arszpoétikájában is. Emiatt válik rendhagyóvá a kiállítás, mert enged betekinteni minket abba a világba, ahol e fogalmak a valóságot jelenítik meg, és valódi tartalommal töltik fel. Nagykanizsa megyejogú város önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina óvoda közösségét alapításának 250. évfordulója alkalmából. Dénes Sándor polgármester. Thank you.